Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, az Emplén Televízió híradóját látják március 11-én, szerdán. Már is mutatjuk főbb híreinket. Ösztöndíjjal támogatja a jó tanuló, szorgalmas diákokat a Sátoraljaújhelyi Helyhe Kft. Jótékonysági akció és hiúznap a Sátoraljaújhelyi Jégcsarnokban. Április 1-én adják át Párháza új turisztikai központját. Három a Sárospataki Vai Miklós Református Szakképzőiskola és Diákotthon tanulóját támogatja ösztöndíj programmal a Sátoraljaújhelyi Helyhe Hungary Kft. A fiatalok a középiskola felületkezelő szakmát tanulják, és első fél éves eredményeik alapján a cég támogatásra méltónak találta őket. Nem titkolt cél az sem, hogy ezzel ösztönözzék a fiatalokat a még jobb tanulmányi eredmények elérésére, és arra, hogy az iskola befejeztével majd itt dolgozzanak. Csendes István, Vitányi Gábor és Zsiga Máté, mindhárman a Sárospataki Vaj Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon tanulója, és egyben a Sátoraljaújhelyi Helyhe Hungary Surface Technology Kft. Legújabb ösztöndíjasa. Mert hogy a cég a közelmúltban arra vállalkozott, hogy ilyen módon is segíti az oktatási intézményt és a szakképzésben résztvevő diákokat. A felületkezelés tanuló fiatalokból őket választották ki most tanulmányi eredményeik alapján. Erre nem volt még példa a duális szakképzés területén. A duális szakképzésben az iskola és a cégeknek a kapcsolatát az jellemzi, hogy a 9. évfolyamon iskolai tanműhelyben töltik a gyakorlatukat a diákok, majd a 10. és 11. évfolyamon mennek ki a vállalatokhoz és cégekhez a tanulók. Jelen esetben pedig az történt, hogy ugye itt megvártuk az első fél éves eredményeket, illetve 2 hete a szintvizsga is sikeresen teljesült a érintett 3 tanuló vonatkozásában, és a Helyhe cég egy ösztöndíj szerződést ajánlott a tanulóknak, amellyel majd a második fél évben szeretné motiválni őket. Az ösztöndíj támogatásra vonatkozó szerződések aláírásakor a szülők is jelen voltak. A cég vezetője pedig elmondta, ez az első iskolaévben jelent támogatást a fiataloknak, a továbbiakban rendes munkaszerződéssel rendelkezhetnek majd. Következő 3 évben további 20 diákot szeretnénk kiképezni. Nyilván ezt nem fogjuk ezzel a 3 diákkal abbahagyni, hanem szeretnénk kereskedelmi, logisztikai, mechatronikai, illetve természetesen folytatni fogjuk tovább a galvanizáló felületkezelő szakkal is. Gondoltam, hogy ezzel a szakmával sokkal jobban fogok tudni majd boldogulni az életbe. Aztán gondoltam, hogy így el tudok már helyezkedni. A felkészítő tanáromnak köszönhetem azt, hogy 5-ös lett a szintvizsgám, aztán hát így kevődni. Ennek nagyon örülök, mert hát maga a cég is egy magabiztosabb kiindulási pontot biztosít az életbe, és hát én szeretnék ezzel élni. Az eseményen az is elhangzott, a duális képzés kapcsán megvalósuló mintaértékű együttműködésnek köszönhetően már a Miskolci Egyetem is jelezte a Sátoraljaújhelyi cégnek, illetve az iskolának, hogy szívesen lenne partner abban, hogy új távlatok nyitásával segítse a partneri együttműködést. 3 bajnoki mérkőzést játszanak a Sátoraljaújhelyi jégkorongozók március 14-én szombaton. Az U12-es csapat hazai pályán az utolsó mérkőzését játsza. Ezek a fiatalok ezt az idényt a legjobb csapatként zárják. Az U14-es hazai pályán az utolsó mérkőzésükre készülnek, a felnőttek pedig az országos bajnokság negyedosztálya C csoportjának egyik döntőjét játsszák itthon. A jégkorong napra jótékonysági akciót is szerveznek. A szurkolóktól azt kérik, hogy az U12-es mérkőzés első hazai góljánál otthonról hozott plüssöket dobjanak a jégre, amit később beteg gyerekekhez juttatnak majd el. 3 izgalmas jégkorong mérkőzés is lesz a hétvégén szombaton a Sátoraljaújhelyi jégcsarnokban. Reméljük, addig még az 500 fő alatti rendezvényeket megtarthatják országszerte nyilvánosan, és ha így lesz, akkor mindenkit és a bátor szurkolókat várják március 14-én déltől ide. Az első meccs az U12-es csapaté lesz, akik utolsó bajnoki mérkőzésüket játsszák majd. Ebben az idényben 14 győzelem és 1 vereség a mérlegük, így nagyon készülnek erre a hazai játékra.
játékra. És ezek után mondhatjuk, hogy ha ezt a meccset nyerjük, akkor biztosan bajnok a csapat. Az U14-es csapat meccse következik ezután. Itt az U14-es csapat első éves ebben a bajnokságban megszereztük az első győzelmünket nemrég. Azt hiszem a célunkat el is értük ezzel, amit a legtöbbet ki lehetett hozni ebből az évből. És ezt követő meccs pedig az OB4C-s csapatnak a bajnoki döntője lesz, ami két győzelemig tart, és ez az első meccs, mivel az alapszakaszban első helyen végzett a felnőtt csapat, az Emplini Hiúzok felnőtt csapata, ezért a pálya előny nálunk van, és itt fognak játszani, itt lesz az első meccs a Sátorói Hívcsarnokban. Aki egy teljes napot szán arra, hogy az újhelyi jégkorongozókat buzdítsa, az számítson arra, hogy egy jótékonysági programhoz is csatlakozhat, ahogy egy profi mérkőzésen plüss figurákat dobhat a közönség az első U12-es hazai gól után a jégre, na nem céltalanul. Ez egy dobj egy macit akció, ez a világban minden jégkorongpályán honos ez az esemény. Ilyenkor plüss játékokat lehet hozni, nem fontos csak macit, bármi, ami otthon van plüssjáték, és a hazai csapat, az Emplini Hiúzok csapat első góljánál, amikor a bíró megállítja a játékot, akkor be lehet dobálni ezeket a macikat, ezt összegyűjtik a gyerekek, és a Sátoraújhelyi Erzsébet Kórház gyerekosztályára fogjuk elvinni az ottani gyerekek örömére. A jégkorongozók számos játékkal, nyereménnyel is készülnek erre a napra, így a kezdő vagy a sport iránt érdeklődő szurkolók is a jégre léphetnek majd. Izgalomban, mókában is, reméljük szurkolásban nem lesz hiánya Hiúz napon a jégcsarnokban. Április 1-én adják majd át ünnepélyes keretek között azt az új épületet, amely Pálházán a kisvonat végállomásánál készült el. Ezzel is a hegyközbe érkező turistáknak szeretnének kedvezni, mondta híradónknak Szebeni Endre polgármester. Hozzátette, hogy évről évre érezhetően nő a bakancsos és a kerékpáros turisták száma, így örömmel valósítják meg azokat a fejlesztéseket, amelyekkel komfortosabbá tehetik azt az időt, amit itt töltenek Zemplénben. A világ legismertebb tudományos ismeretterjesztő magazinja, a National Geographic 2020 egyik legszebb és leginkább ajánlott 25 turisztikai célpontja közé sorolta a magyarországi kék túra útvonalat, amelynek egy része a Baújé-Zemplén térségét is érinti. De nem csak a bakancsos turizmus, hanem a kerékpáros is jelentősen erősödött, mondta híradónknak Szebeni Endre Pálháza polgármestere, aki kiemelte, pontosan ezek miatt igyekeznek olyan fejlesztéseket megvalósítani, amivel az ide érkezők számára kedvezni tudnak. Többek között ennek eredményeként épülhetett meg a kisvasút végállomásánál található több funkciós épület is. A hegyköznek egyik kitörési pontja a turizmus. Ezek közé tartozik a bakancsos turizmus is, a kerékpáros turizmus mellett. Összességben a hegyközről, illetve a térségről elmondható, hogy nagyon sok klassz erdejű útunk van, tanösvényeink vannak, és ugye rajtunk keresztül megy az országos kék túra is. Ez rengeteg bakancsos turistát vonz ide a térségbe, akiket megfelelő módon kívánunk fogadni, és megfelelő módon kívánunk kiszolgálni. Ennek szellemében különböző fejlesztések indultak el Pálházán is, és a hegyköz több településén is. Elsősorban ugye azokra a turistákra fókuszálunk, akik több napot kívánnak itt eltölteni, és ezért szeretnénk az ő itt eltöltött idejüket még komfortosabbá tenni. Jelenleg még az utolsó simításokat végzik az épületben, illetve a napokban megtörténik majd a parkosítás is, hogy minden tekintetben szép környezet várja a turistákat. Ez Sátoraljaújhely Város Önkormányzatával konzorciumban valósult meg. Ez egy Pálháza vonatkozásában egy 120 millió forintos beruházási összeg. Ez a komplex épület fog helyet biztosítani az erdélyi kisvasút várótermének, lesz benne kereskedelmi egység, szociális kiszolgáló egység, kerékpártároló, és ezáltal is egy méltó körülményt tudunk biztosítani a ide látogatóknak. Az épületet április 1-én ünnepélyes keretek között adják majd át a turisták vendégek számára.
Március 10-e egy újabb jeles nap, mely a természet, a környezet védelmére irányítja rá a figyelmet. Jelesül azokra a rovarokra, amelyek jelenléte nélkül nem kerülhetnének asztalainkra zöldségek, gyümölcsök, vagy éppen az édes méz. A beporzókra gondolva sokaknak elsőként a házi méhek jutnak eszükbe, azonban rajtuk kívüli számtalan faj végzi a növények beporzását. A Kazinczy Ferenc Múzeumban a gyerekek megismerhették ezeket a fajokat és védelmük fontosságát. Egy tanulságos mese a beporzó rovarokról és védelmük fontosságáról, kézműves foglalkozás és előadás, melynek keretében megismerhették a gyerekek az élővilág azon csodálatos lényeit, melyek szorgos munkájának köszönhetjük a zöldségek, gyümölcsök zömét, ugyanis csak az Európában termesztett mintegy 250 ezer növényfaj kétharmada rovarbeporzású. A 2018-ban elindított magyar kezdeményezésű természetvédelmi nap ezekre az élőlényekre irányítja rá a figyelmet. A beporzók napján az ország több mint 45 múzeumában tartottak foglalkozásokat, közöttük a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. Március 10-e valószínűleg azért lett ennek a napja, mert ilyenkor már azért érezzük a tavasz lehelletét, hogyha mondhatom így, tehát az első tavaszi virágok megjelentek, hogyha a napi hőmérséklet már ilyen 12-13 Celsius fok körülbelül, akkor megjelennek az első rovarok is, és megkezdik a munkájukat, illetve ekkor tájt már a kaptárban az új méhgeneráció kezd kikelni a méhsejtekből. A beporzó rovarokra gondolva sokaknak elsőként a házi méhek jutnak eszükbe, akik nem csak a növények megtermékenyítésében játszanak fontos szerepet, hanem mézelő állításukkal az emberek számára fontos és egészséges élelmiszert készítenek. A házi méheken kívül azonban több száz faj van, melyek beporzást végeznek. Nagyon sok méhfaj, amik részben nagyon hasonlítanak a házi méhre, részben azért jelentősen különböznek. A poszméheket, azokat minden készre szokta venni, ezt szokták dongónak nevezni, ez általában sárga, fekete vagy sárga-vöröses színű szőrözettel, de igazából a dongó az egy kék színű, kékes-fekete színű, kék szárnyú vagy fekete szárnyú jószág, ami még nagyobb egy kicsit, de ő is végez virágbeporzást. Dobronoki Dalma rendszeresen érdekességekkel lepi meg a gyerekeket a múzeumban. Ezúttal mikroszkópos nagyítás segítségével azt mutatta meg, hogy milyen is azoknak a polleneknek a felülete, melyeket a rovarok testükön hordoznak a beporzás során. A gyerekek nagyon élvezik a mikroszkópos foglalkozásokat, hogy eléjük tárul egy olyan világ, amit szabad szemmel a legtöbb esetben nem láthatnak, és a polleneknek a megtekintése is ezt a célt szolgálja, mert ahogy a nők is mondták, nagyon sokszor, nagyon gyakran tapadt már az ujjukra ez a virágpor, és gömbölyűnek látják, de hogyha így mikroszkóp alá rátesszük tárgylemezre, és felnagyítjuk, mondjuk ez pont egy 400-szoros nagyítás, akkor látható, hogy ez nem teljesen mindig olyan, mint amit elsőre gondolnánk, elsőre szabad szemmel látnánk. A beporzók napján a Kazinczy Múzeum az ország több más intézményéhez hasonlóan a termésfelelősökre és a beporzásra, mint a rovarok, számunkra is nagyon fontos tevékenységére szerette volna felhívni a figyelmet. Dudásné Ferkó Klára festő, közismert alkotója Sátoraljaújhelynek. A Zemplén Galériában az elmúlt években egy-egy önálló kiállításon mutatta be legújabb alkotásait, melyek nagy tetszést arattak a látogatók körében. A témaválasztásban az idei tárlatokon a portrék, csendéletek és tájképek mellett egy-egy különleges alkotói kirándulásként megélt absztrakt alkotást vagy színkompozíciót is felfedezhetünk. A festő szerint ezek elsősorban kísérletek, amelyekkel csak megerősíti magát abban, hogy a hagyományos ábrázolás az ő igazi útja. Aki nem követi a városalkotó művészeit, még így is ismerheti Dudásné Ferkó Klára nevét. Az amatőr festőművésznek több alkalommal volt már kiállítása Sátoraljaújhelyen, de láthatta alkotásait a közönség Kisvádán, Hollóházán, Cigándon és Pácinban. Klárika azon művészek közé tartozik, akik soha nem tekintenek befejezetnek egy képet. Akkor már, hogyha befejeztem, akkor idegesít, hogyha látom. Leviszem az alaksorba, vagy ne lássam. Mert akkor mindig leülök, és nézem, hogy hol hibáztam, vagy valamit mindig javítgatni akarok rajta,
és erre megfogom, azt leviszem, mert idegesít, hogy valami nem stimmel, de hogyha már belejavítgattuk, akkor már nem olyan. A most megnyitott kiállításon portrék, csendéletek és tájképek sorakoznak a falon, illetve néhány kísérlet is. Színek és formák másképpen, mint ahogy tőle megszokhattuk. Azt mondja, ezek a művészi kirándulások is azt bizonyítják, az ő útja inkább a hagyományos táj és emberábrázolás. Akarnák olyat is festeni, csak az nem áll hozzám közel. Tehát valahogy ez a stílusom, ez itt ragadtam még idáig. Hát, én azt gondolom, hogy ez már így is marad, igaz? Hát nem tudom, hogy most lehet, hogy változtatok rajta. Az, hogy nem tájképet csináltam például a csendéletet, a golyókat, a biliárd golyókat, a fiamnak azt tetszik például. Nekem nem olyan. A kiállítás március 29-ig látható a Zemplén galériában. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Ösztöndíjjal támogatja a jó tanuló, szorgalmas diákokat a Sátoraljaújhelyi Helyhe Kft. Jótékonysági akció és hiúznap a Sátoraljaújhelyi Jégcsarnokban. Április 1-én adják át Párháza új turisztikai központját. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió szerda esti híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk majd Önöket. Vigyázzanak addig is magukra, viszontlátásra!